Az egyik ilyen kutatás ahhoz kapcsolódott, hogy én média szakon Szegeden végeztem, de már akkor így visszahúzott Egerbe a szívem, és az utolsó ötöd éven a Szegedi Egyetemen Eger sajtótörténetét kutatgattam, és foglalkoztak ezzel a témával többen is, majd mint látni fogjuk, de most tavaly megjelent egy kötet, amiben egy tanulmányt írtam, és azt próbáltam leporolni és újra megnézni, hogy a helyi sajtóban hogyan számoltak be az egri árvizekről. Itt a motto, hogy mikor pedig látták, hogy mint nyomul be lakásukba a vadelem. Ez a motto. Tehát 1878. augusztus 31. Bocsánat. 17 emléktábla jelöli, vagyis jelölte, most pontosan nem tudom a jelenlegi számukat, ugye van, amikor tűnnek el emléktáblák. Tehát 17 emléktábla jelölte ezt a nagy híres egri árvizet. Sokakban felmerül, és az egriek tudják, hogy idáig ért a HBH oldalán, a Mecset utcában a víz, de hogy miért is lehetett akkora, vagy hogyan is lehetett akkora, azért arra is próbálok legalábbis közelítő válaszokat adni. Aztán ugye a további kérdés még, hogy kiöntötte máskor is, mint 1878-ban, hát igen, azért mi is tudjuk, hogy azért most is közelített 99-ben, 2010-ben is elég nagy víz vonult le az Egerpatakon, és hogy ezekre a kérdésekre a helyi sajtóban kerestem a választ. 18. századba ugorjunk, megelőzve az 1878-as. A fejezett egri árvizek közül az első 4, 1729, május 18, aztán később 3 évvel május 12, majd újabb 9 év elteltével augusztusban, és július 4-én 1754-ben. Mind olyan időre esik, amikor még nem volt ugye állandó lapja. Korai sajtótörténetben ugye Rákóczinak a Mercurius Hungarisát említik az egri sajtónál, de igazából 1860-tól léteznek egri újságok, tehát az egri értesítő megindulásával. Úgyhogy nem volt, de a későbbi újságírók foglalkoztak ezekkel a korai árvizekkel. Úgyhogy én például most rábukkantam egy tárca rovatban egy írásra, ami az 1757-es árvizet, Androvics Miklós egri kanonok egykori napló feljegyzését közli. Ez volt, mondom, az egyik ilyen első datált. És ebből egy részletet szeretnék is felolvasni. Az 1757. július 4-i vízáradás Egerben a különféle csapások között, melyeknek városunk kitéve van, méltán első helyen említendők a város közepén folyó Egerpatak gyakori kiáradásai, melyek a lakosoknak már többször jelentékeny károkat okoztak. De valamennyi közt emberemlékezet óta, vagy közs magánfeljegyzések szerint egy sem volt olyan nagy és vészthozó, mint az, melyet folyó július hó 4-én tapasztaltunk. Megelőzőleg délután 5-5 óra tájban iszonyú, ritkán látható nagyságú jéggel jött vihar dühöngött, mely szőlőhegyeinket, Egere fő életerét, és különösen az Egeden fekvő, s a vele szomszédos, mindannyi közt legjobban tartott szőlőket borzasztó módon megrongálta, tönkreverte. A bekölcei hegyekben állítólag felhőszakadás volt, az 5 órakor Egerig tolult víz lassanként kezdett medréből kiáradni. A lakosok ennek láttára a közönségesnél nagyobb áradásra nem számítva, nagyobb mérvű biztonsági intézkedésekre nem gondoltak, s házaik bejárásait csak a szokott módon torlaszolgatták. Midőn a víz, mely a város felső részén emelt bástyákon egy célra hagyott nyílás aránytalan csekésségénél fogva, szokott útján le nem folyhatván, s a gátfalak által feltartóztatva, a városon kívül az alatt már iszonyú tömeggé torlódott, 6-5 órakor a két rendbeli falgátakot szörnyű rohammal áttörve, egyszeres oly nagy mennyiségben zúdult a városra, hogy a magasabb pontok kivételével annak minden terét elözönlötte. Magassága abból is megítélhető, hogy a városház alatti kereskedő boltokban a 7 német lábat meghaladta. S mit mondjak a károkról? Oly nagyok, hogy csak fájó borzalommal lehet rájuk gondolni. Férfiak, nők, gyermekek, kik közül többeket bölcsőstől ragadott el az ár, nagy számban vesztek el. Az első rohamra több mint 50 ház összeroskadt, igen sok pedig majdnem teljesen összeomlásig megroncsoltatott. Az irgalmasoknál két hatalmas főfalat sodrott le az ár, a betegek szobája, az étterem és az egész alsó rész a gyógyszertárral együtt, mely maga néhány ezer forint kárt szenvedett, vízben úszott.
A minarita rendű atyáknál szintén két falat rombolt le, és a templomot annyira megrongálta, hogy életveszély nélkül belemenni nem lehetett. A Kanonokok utcájáról a vár felé vezető úton levő erős, nagy kőhíd összeomlott, mintegy 50 emberrel, kik közül alig menekültek meg 8-an. A püspöki udvarban övezetig gázoltak a vízben, a pince színültig megtelt. Az alvárosi gyönyörű püspökkert szintén tönkrement. A kereskedők s egyesek összes holmiait, bútorait elragadta, vagy teljesen haszonvehetetlenné tette a zár. Az egész Egervölgy termése oda lett. Egy szóval, borzasztó látványos állapot, melyek még halálos ellenségüknek sem kívánnánk. Adja Isten, hogy még e város áll, hasonló csapás többé ne sújtsa. Ugye ezt írta Androvics Kanonok, és ugye a tárca rovatban ezt közölték a későbbi 1870-es években a lapok. Hát sajnos a fohász nem teljesen hallgattatott meg, tehát sújtotta Egert ehhez hasonló, sőt még ugye nagyobb áradás is. 1787-ben, 1766-ban, tehát itt még kutatgattam kisebb árvizek után, ugye, amelyeket feljegyeztek. Ami kitűnik ugye itt, és a dátumokból is lehetett látni, hogy május, augusztus környéke, június környéke volt az áradások legnagyobb része. Ezt csak azért hangsúlyozom, mert majdnem minden ki azt gondolná, hogy holvadáskor, és igazából egy nagy egri árvíz sem a holvadáshoz kötődik, hanem nyári, tavaszi zöldárakhoz. Tehát ami Egert pusztította árvíz, az általában nagy részt nyári zöldár. Ugye a Puszuerundról biztos sokan hallottak már, a őrzőnek rendeltek engem, ez a Cifrakapu tér, az Eventus iskola környékén járunk. Ugye Eszterházy Károly püspök idején került sor a patakszabályozásra, addig több helyre, több ágra is szakadt a belvárosban is, és 1771-ben egy hatalmas kőgátat építettek, ugye éppen az 1757-es árvíz okán is, ugye akadályozzák az ilyen és ehhez hasonló árvizeket. Ez jó volt 1813-ban, meg 1814. február 22. augusztus 15. árvíz ellen is, ez mérsékelte a károkat. Így nézett ki egy a műemléki monográfiában a Cifrakapu tér, a Védgát. Ez még 60-as évekbeli felvétel, ugye a Cifrakapu tér környéke. Itt látszik is az iskola kép bal felső sarkában, ugye ma is megvan. És így ezeken a nyílásokon, ugye egy nyíllal bejelöltem, hogy ugye honnan jött a víz. Tehát ez az egyik ilyen védmű épült fel, ugye az 1770-es évek más években. Aztán jöttek sorba 13-as, 14-es, 45-ös árvizek, még mindig nem vagyunk ugye a nagy 78-as árvíznél, bocsánat. Itt is ugye az 1845-ös árvíznél is esett emberélet áldozatul, és hát az 1878. augusztus 31-i árvíz ugye a legismertebb. Hát erről azt kell tudni, hogy ugye a bükk fölött egy hatalmas zivatar. Na most, ami nekem érdekes volt, hogy a tanulmányok, amik erről szóltak, Danca Jánosé, illetve még Breznai Imre is foglalkozott a dologgal, helyi szempontból egy kicsit elszigetelten nézte. Megnéztem a korabeli feljegyzéseket, ami a meteorológiai észlelők jegyeztek le, és Selmecbányán rekord méretű csapadék hullott azon a napon, és kiderült, hogy ugye Miskolcon is volt egy nagy árvíz. A miskolci nagy árvíz olyan 200 emberéletet követel. Tehát a Magyarország egyik legtöbb emberéletet követelő, ha nem a legtöbb, nem tudom sajnos pontosan, de valószínűleg a lista élén áll, árvíze volt a miskolci Szimva-pataki árvíz, és van emlékműve is, ugye, ha Miskolcon járnak, azt megnézhetik. És ami az egri tanulmányokból is furcsa volt nekem, hogy a kettő nem volt összekapcsolva, pedig egy és ugyanaz a zivatar okozta. Tehát a nagy egri 1878. augusztus 31-e és a miskolci árvíz az egy és ugyanaz a zivatar felhőbe, csak ugye a bükk nyugati részére, Egerre zúdult az egyik rész. Valamiért nem kapcsolták össze a korabeli kutatók.
Ugye zengett az ég, a korabeli leírások, Gyöngyös Ungvár, Selmezbányán, itt van az adat, 133 mm eső esett. Tehát azt, ha meggondoljuk, hogy Miskolcon, vagy Szolnok, akkor mondjuk 500 mm az éves csapadék összeg, tehát az Alföld szárazabb részein, akkor ez a 133 mm azért elég jelentős eső. Egerben az árvíz éjszakáján 46,7 mm-t mértek, tehát azért ez sem kicsi. Úgyhogy volt honnan a víznek utánpótlása. Ugye jött a Zegerpatakon, Szarvaskőn is nagy pusztítást végzett, és ott voltak malmok, és azoknak a dirib darabjai, tulajdonképpen amit láttunk itt a védműnél, a Cifrakaputéri védműnél, hát a törmelék, a deszkák, ezek eltorlaszolták az egész patak útját. De már ugye Felnémetnél kilépett a medréből, mondom, hidakat, fákat magával ragadott, és tulajdonképpen a mai északi lakótelep, Csebokszári lakótelep, vagy Felsőváros helyén tulajdonképpen tóvá duzzadt az egész Szeger patak, tehát mintha egy víztározót építettek volna oda az este folyamán. Hajnali 3 óráig bírt ez a gát a Cifrakapunál, és ekkor zúdult a városra. Tehát ezért lehetett olyan magasan az árvíz, mint ahogy a táblák is jelzik. Ez az egyik oka, de még nem lenne teljes, mert ha ledől egy gát, akkor az gyorsan le is szalad a víz. Ugye láttunk már katasztrófa filmet. Amiért nem szaladt ez így le, az ugye az, hogy a városfalnak volt déli része is. Egyébként itt a Klapka utca és az Érsekkertnek az északi fala, ugye az állt, és az egy újabb gátként felfogta ezt a hatalmas víztömeget, és újra tovább duzzasztotta, csak most már nem ugye a Felsőváros helyén, hanem a belvárosnak a teljes területén egy tó alakult ki egy rövid időre, addig, amíg ugye az a fal is a víznyomásnak engedve el nem dőlt, le nem dőlt, és akkor így, mint egy dugóból, ha kihúzzák, a városból leszaladt ez a nagy árvíz, hatalmas károkat okozva, tehát így lehetett ilyen magas. Ugye én próbáltam itt a breznai korabeli utcaneveket beazonosítani, ugye ő írt először így erről a zárvízről az 1910-es években. Ugye ha megnézzük a Mecset utca környékén, a mai Mecset utca környékén 335 cm volt az árvíz magassága, akkor a Széchenyi utca nagy részén 2 méter, 2 méter 5 centi, ugye az Uránia mozinál csak 1,90. A Dobótéren, ugye a Bajzát ház, a mai Neumayer háznál, vagy a Forst háznál 2 méter 49, tehát egy bő 2,5 méteres víz, de még a Minorita templomnak ugye a templomban is bent fél méteres volt a víz, és ugye a kígyó köz, ugye a Mecset utca volt, ott volt a legmélyebb. Itt a Líceum sarkánál csak 120, ahol most vagyunk, körülbelül 126 centis volt a 1878-as árvíz. Hát a Heves Vármegye című lapot hozza Breznai a tanulmányában, és pillanat, ebből is nézek önöknek részleteket. A vízár tehát 5:30 reggel, azt lehet mondani, pár perc alatt az egész várost elöntötte. Nem csak az volt a baj, hogy a poszújárunt felmondta a szolgálatot és beresztette a rengeteg vizet, hanem még nagyobb baj volt az, hogy délen nem eresztette ki a kis hídnyílás meg az Érsekkert déli fala, amelyet most majdnem egész hosszában rácskerítés helyettesít. Ugye itt hibázik, mert az északi fala ez az Érsekkertnek. Különben már a mai Vashíd helyén lévő úgynevezett Minoriták hídja és a vele azonos alkotású, ma is meglévő Barátok hídja is nagyon felfogta a vizet, és arra kényszerítette, hogy a Széchenyi, Jókai, mai Káptalan és Pirker utcákon, ugye a Pirker utca az Egészségház utca, keressen lefolyást. Így került aztán a víz alá az egész Belsőváros, mégpedig néhol nagyon is mély víz alá. Ugye a vízmérségeket már mondtam. A Heves Vármegye újszerben, hogy a vízáradat dühöngve rohant egyik utcából a másikba, mentésre gondolni se lehetett, és mindenki csak azon volt, hogy magát helyezze biztonságba. Borzalmas volt nézni az emelti ablakokból, mint ragadja magával a tengeré vált utca áradata, a tetőket, hidakat, ládát, hordót, sló, tehén, disznó és egyéb háziállat megszámlálhatatlan hulláját. Sok embert úgy mentettek meg a vízbefúrástól, hogy az emeleti ablakokból kötelet dobtak a fuldokló felé. A földszintes házakból a padlásra menekültek a lakók,
Mikor pedig látták, hogy mind nyomul lakásukba a vadelem, még az emeleti lakók is kezdték a padlásra hordani holmiújikat, mert az ár reggeli 7 óráig folyton növekedett. Ekkor folytatja a Heves vármegye tudósítója, egyszerre szemlátomást kezdett tapadni a víz, ami annak a körülménynek köszönhető, hogy az áradat kidöntötte az érsekkel déli falát, és a víz szabad utat nyert az Eger völgyén lefelé. 9-10 óra tájban szabadok voltak a veszélyeztetett utcák, de szívfacsaró képe volt mindegyiknek. A város legvirágzóbb része teljesen tönkrement, és az utcákat undorító iszap fötte. Tehát így ír a Heves vármegye. Ami nekem egy kicsit furcsa volt, hogy ezekben a tanulmányokban ugye egy német nyelvű külön lenyomatnak a fordításáról ír Breznai, hogy ő onnan idéz. És nekem érdekes volt, hogy például ugye létezett egy Eger című heti lap ebben az időben, és erről említést sem tesz, pedig ez is beszámol az árvízről, 1878. szeptember 5-i számában nagyon is terjedelmesen, ezt teljesen kihagyta Breznai, augusztus 31-e és címlapon több oldalon keresztül ír az árvízről. Én ezekből most nem olvasok fel, minden előkerül itt, hogy a csendőrök nem voltak a helyzet magaslatán, dorgálja őket a rendőrei, hol volt a rendőrség, közigazgatás hiányosságokat. Tehát mindenféle publicisztika ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sokat írnak. Ezekből én hoztam, hát sajnos annyit nem, amennyien vagyunk, de egy párat, így minden második ember, vagy ezek a leírásokat, ha itt megnézik, adják már tovább így ebben a sorban. És ez ajándék, tehát mindenki, aki még arra. Tehát aki most nem annyira figyel, vagy egy kicsit délután van, az utólag meg is tudja nézni ezeket a leírásokat. Ez megjelent most egyébként egy kötetben, tehát ott van a valaki az egész kötetet, de ez a tanulmány. Szóval, tehát ott tartottam, hogy 1878, és hogy az Egerről nem tesz említést. És hát ez a legismertebb, tehát az egeriek általában ezt az árvizet, tehát itt az említett lap, 18. szeptember 5-i száma, és ugye erről például nem szól egy breznai cikk sem. Nyolc haláleset volt, ami azért is volt érdekes, mert a szövegeket olvasva találkoztam olyannal, hogy azt írták, hogy fú, most az ország gyászolja ezt a nyolc halálesetet. Valóban így lehetett, csak ugye a miskolci 200 halott sokkal ismertebb volt, tehát az ország valószínűleg inkább az gyászolta a miskolci 200 halottat a színvánál. Na, tehát a Danca János írt egy tanulmányt aztán a 70-es években, a Vármúzeumnak a közleményeibe. Itt azért kerültek elő képek is, tehát ez a dobótéri megrongált híd képe így nézett ki, tönkrement áruk. És hát szintén ez a barátok hídja, ugye az Erszténél van egy kocsigyár, teljes készletet elvitte az ár, de hát beszámolnak tényleg a korabeli, hogy kivitte a cukorraktárból, elolvasztotta a cukrot és kiszippantotta az árt, tehát borzasztó kárt csinált. Ami nekem érdekes volt, az most ebben nincs benne ebben a tanulmányban szerintem, de hogy szokták szidni a mai sajtót, hogy bulvár és katasztrófaturizmus. Ez csak érdekességképp érzem meg, hogy egy pár nappal a zárvíz után hirdették az egyik fényképész, hogy felvételek az árvíz pusztításáról kaphatók. Tehát egy ilyen képeslapszerűségeket már néhány nappal az árvíz után. Tehát én fotóztam végig 2006-ban a Szolnok szegedi árvizet, de képeslapot nem árultak utána. Pedig egyébként egy-két légi felvétel talán érdekes lett volna ott is. Tizenkét felvétel sikerült az árvízről. Egyébként 2 forint volt, darabonként 20 krajcárért árulták ezeket a felvételeket. Sajnos nem lehet tudni, ismeretlenek ezeknek a felvételeknek a származása. Ugye augusztus 31-ről beszélünk, és szeptember 27-én ismét volt egy nagyobb árvíz, tehát amikor a nagyobb katasztrófa után még jön egy utórengés, utóárvíz,
újabb víztömeg vonult le, ekkor csak 2 méter volt a Mecset utcában, tehát 1 méterrel kisebb volt az 1 hónappal későbbi árvíz, de erről nem nagyon szoktak már ugye az egriek tudni. És aztán jön még a 1900 április 30-ai árvíz, ugye ez pedig kimaradt a Danca tanulmányból, ez nekem azért érdekes, ugye Danca János foglalkozott még az egri árvizek a sajtó tükrében, ő ezt teljesen kihagyta, az április 30-ai árvizet, egri híradóba néztem meg, ugye itt is minden pusztítás, Széchenyi utca, Szent János utca, érsekkert, tengerhez hasonló körülmények, gerendák, deszka, minden bútordarabok, hömpölyögtek, tehát a körebeli lapokban itt láthatjuk a 13 évvel később, szintén ugye megint csak egy augusztusi zöldáról van szó. 13, ez a tűzoltó tér, ugye a mai tűzoltó laktanyánál. Ez egy érdekes szép biciklis kép, nekem ez nagyon tetszett. Aztán ez a dobó tér, ugye ott a Forstház látszik, tehát itt jobbra a centrum iránya. Ez pedig ugye a Kossuth utca, jobbra a könyvtár mellett épület, balra a vármegyeháza látható. Nagyon szépen elöntötte ezt, és a víz ez is ugye az 1913-as árvíz. Ez valamiért úgy kevésbé. Aztán itt lehet még ugye, ami, hogy ezután azért megkezdték a partfalvédelmi munkálatokat, ugye kiépítették az árvíz elleni védekezést, de azért, hogy a jelenkorban egy nagy ugrással eljussunk, azért volt itt számos víz még, ugye 98. július 25-e az volt az a nap, amikor ugye a Széchenyi utcán gumimatraccal mentek páran, akkor lehetett gumimatracon feküdni a vízen, a mozinál, mozi környékén, de ezek ugye nem mind az Egerpatak, sőt a nagy részük ugye nem az Egerpatakhoz köthető, de azért 99-ben emlékszem, hogy még én is lapátoltam a homokzsákot a Bornemissza Gergely szakképzési intézetnél, ugye itt amikor a hidat el akarta, átlépett a hídon, ez egy korabeli, tehát a saját fotó még egy régi kis nacaggéppel, tehát így nézett ki. Azután az át is épült augusztus 17-i víz az azért ott elég meredek volt. Meg hát azért a Csákó város részt is nagyon fenyegette, tehát ezt tudjuk, ismerik. És egy korabeli 99-es felvétel ugye a Dobó téri hídról, még ez is egy saját kép, ugye abban az időben elég csapadék, azon a nyáron elég csapadékos volt a nyár. Aztán 2005-ben is volt magas víz, de ezek ugye már nem nagyon lépegettek ki. Még most egy olyan 3-4 évvel ezelőtt is, ugye ez a Sasúti hídról, le is zárták azt hiszem éjszakára a Sasúti hidat, mert az pár centi volt, tehát ez május 16-ai, és hát nagyon röviden ennyit szerettem volna ugye a zegri árvizekről. Mondom, amit részletesebben, vagy ha részletesebben akarnak róla, akkor elolvassák az idézeteket, tehát ez egy 13 oldal kellemes esti olvasmány. Na, akkor lépjünk tovább. Újságíróként mindig kerültem ilyen fura helyzetbe, hogy volt a Pláza átadó, egy sztorit elmesélek, és 2008-ban, és egy kép megjelent egy vetítésben, hogy Eger belváros átalakul, és egy fura szobor volt, egy ilyen sárkányos vízköpő, amit én nem ismertem Egerbe. Nagyon sokszor, hogyha beütjük a Google-be, akkor ugye Eger nevére, egy szudéta német név, Heb, a nyugat-csehországi város dobja ki képtalálatként. Tehát van egy Eger, és azt Lipcsébe voltam, és jöttünk haza, akkor nézzük meg Eger városát, 960 km-re a másik Egertől, és Bajorországon keresztül ugye jöttem, és ott találtam egy Eger folyót is. Tehát erről egy nagyon rövid kis hangulatot. Ugye 1061-es oklevél, Egire alak, Kelta Agara folyónévből ered, és Egernek hívják, tehát onnan volt ez, hogy akkor egy cikket írtam, emlékszem, az Eger nevekről, tehát hogy hol az egri, Eger vize, Eger patak van, ugye a Balaton felvidéken is, ugye nagyon érdekes, hogy a Balatonba ömlik, aztán mondom, Bajorországban is. És hát
itt a felirat, tehát Németországban minden kis folyót feliratoznak. Úgyhogy a térképeken is, meg ez egy sima autós térkép, csak nem veszük észre, ha nem. Az a baj, hogy én nagyon szeretem nézegetni a térképeket unatkozva, vagyis hát nem unatkozva, csak... Tehát így néz ki az Egerpatak, ez Bajorországban van, Hof városa mellett. Itt a Fichtel-Gewirgében, a Schneeberg tövében 1051 méter magasan ered. És ugye nagyon szépen látszik az Eger felirat, és hogy különböző kis versek, gyönyörű forrásfoglalás, és... Erről részről... Jó, bocsánat, nem baj, ha leülök? Akkor elnézést. Jó, szóljatok előbb, nyugodtan szóljanak. No, tehát az Egerpataknak a foglalása, és hát erről írtam egy kis cikket is, és hát félig meddig ez volt az egyik kiinduló pontja annak, hogy hát voltam a Dunaforrásnál, Tisza, és hogy hát meg vannak jelölve a folyók, patakok, jelesebb eredőhelyei, és mentem át a Dobó téren, és kávézni indultam egy olyan bő tizenvalahány évvel ezelőtt, és akkor az volt a gondolatom, hogy honnan jön ez a sok víz? Ugye ez a rengeteg víz, és így feltettem a kérdést, és akkor 10 emberből 9-10 azt válaszolt, hogy valahol a Bükkben. Tehát, hogy hol ered az Eger patak. Tehát ebből nagyjából ez volt az általános tudás Egerben, hogy valahol a Bükkben. Akkor még nem volt a Google Maps, meg amikor még én földrajzos egyetemista voltam, akkor még titkosították az 1:10000-es méretarányú topográfiai térképeket is. Mindegy, aztán szereztem, akkoriban már azért lehetett, és két egri lapnak is írtam, hogy hát akkor megnézzük, hogy hol van az Eger pataknak az eredete. Akkor elindultam forráskutatóba, ugye, és akkor még egy ilyen kis náttetős építmény volt, ugye Balaton község mellett a Vajdakút nevű hely. Ugye Borsodnádas felé vezető műút mellett találjuk ezt, és hát egy nyáját terelő juhász, tehát egy idilli, egy ilyen Erdélyhez hasonló északhevesi tájon bukkantunk rá. Ez ami azért érdekes, ugye, mert az egriek nagyon szeretnek túrázni, és a 90% az a Bükk-Mátra útjait, és ez a régió valahogy mindig kimarad a túrák célpontjából, tehát ez kevésbé ismert. Tehát tényleg lehet, hogy egy-két ember nagyon tudja, de az átlag egri szerintem, már bocsánat, hogyha itt nagyon sokan tudták, vagy tudják, de nem nagyon tudták szerintem, valamelyikben is nagyon sok embert megkérdeztem. Tehát így néz ki, nagyjából ahol az Egerpatak ered, egy kis náltetős kunyhó volt 2004-ben, és én ezt nagyon élveztem, hogy hát ihatok az Egerpatakból tulajdonképpen itt még, Balaton község mellett. Ami megint egy nagyon érdekes, hogy a Balatonnál ered, és a Tiszatóba folyik, tehát, és mégis Egernek hívják, tehát ez a kis cső, ahol a várost átszelő patakunk tulajdonképpen a felszínre bukkan. És akkor úgy fejeztem be ezt a cikket az egyik magazinban, hogy legalább egy felirat jó lenne, vagy valami, hogy hát hé Vándor, itt ered az Eger patak, így teljesüljön minden kívánságom, költös, az mondjuk nem szeretnék nyerni, de a kívánságaim, hogy meghallgattatott, és ugye azóta a náttetőt egy cseréptető váltotta fel, és került ki több eligazító tábla is ugye Balaton községben, hogy az Eger patak forrása felé merre kell menni, tehát egy nagyon kellemes kiránduló hely ez. Azt gondolom, hogy gyerekekkel is. Tehát egy, nem tudom, nekem nagyon idilli hely, kevesen járnak arra, forrás, inni lehet, tiszta víz. És az, hogy ez a város tápláló forrás, ez meg különösen. Hát ugye még esetleg annyit, hogy a Balatont így kutatgatták, egy helytörténész szerint ugye hasonló a szláv mocsár szóhoz a jelentése. A térképek közül egyébként ugye a kartográfiai térképek nem jelölik ezt, már a kartográfiai vállalat térképe nem jelöli,
Ugye most adta ki egy pár évvel ezelőtt Szarvas András féle térképészbolt, ami már jelöli a Balaton község területét is, és akkor itt ugye be lehet azonosítgatni a hegyeket, a Kövecseshegy 447 méter a forrás fölött, és itt lehet bóklászni. Turistaút nincs a környéken, de éppen ettől függetlenül, tehát egy ilyen 400 méter magas kellemes dombvidékről. A vízválasztó is látszik, ugye egyébként majdnem a vízválasztó az Heves és Borsod vármegye határa itt, ugye, és délbe pedig a dubolás tető az, ami lezárja, és egy kis katlanba zárja a Vajdakútnál az Egerpatak forrását. Látszik tisztán. Kicsit belerajzoltam, elég béna lett az a kék vonal, de az az Egerpatak. És ugye a műútról is egyébként könnyen a Borsod-Nádasdi műútról nagyon könnyen megközelíthető. Néhány hangulatkép még. Hát ugye itt, amikor a különböző trekkelekkel próbáltuk, ugye, hogy milyen magasan ered, és hát néhány cikket is publikáltam, illetve a Lícom TV-ben is néhány hallgatón például forgatott dokumentumfilmet, aztán az Egerpataknak a forrástól a torkolatig terjedő szakaszáról. Tehát ez, ami a forráshoz kapcsolódik. És hát egy kis túra is legyen a dologba. Ugye az egriek, ugye emlegettem a Bükköt és a Mátrát, mindig jelzett turistakot, az Ömében jelzett turistautakon, piros sáv, kék egyebeken járjuk a természetet. És gyerekkoromban én Mátra alján én mindig nekiindultam, mert mindig kíváncsi voltam, hogy hova visz a patak. Tehát, hogy volt egy ilyen kattanásom, hogy hát meg kell nézni, mi van a túloldalon, vagy merre folyik. És hát nyilván ezt tudtam, hogy ide folyik, de amikor egy idő után az ember mondja, hogy most igen, kijelölt úton megy, az teljesen jó dolog, de kitaláltam, hogy végig kéne gyalogolni a patak mellett egy ilyen vadromantikus séta, tehát, hogy nincs út, nincs semmi jelzés, csak elindulunk a forrástól, és megpróbálunk legyalogolni Egerig. Úgyhogy erről egy pár hangulatképet én hoztam, ez egy két évvel ezelőtt volt, a jelenlevő között is voltak ezen a túrán páran, úgy látom. Tehát hogy milyen is az Egerpatak, milyen úton ér el Egerbe, erről pár képet szeretnék most még felvillantani. Ugye itt ez a turistautak.hu, ez egy 2007-es bemérése az Egerpatak forrásának, 352-360 méter tengerszint feletti magasságban ered egyébként. És hát ez ugye, hát lassan két éve lesz, itt a forrástól elindultunk, és itt a Szarvaskőig jutottunk, szakadt végig a tavaszi eső, és nagyon borzasztó nehéz telep volt nekem legalábbis, fiatalok még bírták volna, de 17,1 kilométer volt, ez konkrétan a patakmederben nagyjából végig sétálva. Hát az eleje az ilyen, tehát így néz ki a forrás után közvetlenül egy pár méterrel az erecske, és hát itt nagyon kellemes kis tavasszal a legjobb, még nincsen olyan nagy dzsumbúj, nincsenek akkora növények, szerintem legalábbis. És hát itt egy kékkel megint csak berajzolva, itt a Heves vármegye térképében az egész pataknak a folyása, ugye a Balaton Vajdakúttól egészen le Poroszlóig. Ez 68 kilométert tesz meg. Terve volt, hogy folytatjuk majd az utat, de hát ez talán majd idén tavaszra vagy nyárra van az Eger és a torkolat közötti szakasz egy kellemes túrába. Tehát 68 kilométert tesz meg, és 207 métert esik. Tehát 207 méter a tenger szint, tehát a szintesése. Vízgyűjtő terület egyébként 892 négyzetkilométer a pataknak. Tehát itt ugye itt még viszonylag kis száraz, egyik az első hidak egyike az Egerpatakon, Balaton községben járunk, megyünk el. Tehát Zömében itt ilyen kis kellemes helyeken végig lehet sétálni. Itt ez egy másik kép, ez egy nyári kép, de betettem egy hangulatos kis balatoni kép, és ugye Balatontól délre folyik tovább, nagy réten keresztül Bükk-Szentmárton előtt. Egyébként a negyedik leghosszabb, tehát azt elfelejtettem mondani, hogy a negyedik leghosszabb a Heves megyei folyóvizek közül, ugye a Zagyva,
179 km, a Tarna 105 km, és a Laskó pedig 74, tehát a Laskó patak 6 km-rel hosszabb elvileg, mint az Eger patak, tehát megelőzi Kerecsent folyója. Ugye fel lehetne sorolni rengeteg beömlő patakot, a Bekölcei, Recska, Villói, Gilitka patak, tehát itt mindenféle, esetleg sokkal bővízőbb vizekkel is gazdagodik sokszor, de hát ez ugye nem újdonság. A Duna sem a legbővízűbb, ugye az Inn az sokkal bővízűbb, csak nem Innnek hívják, hiába a földrajztudományi névvel elnevezés, hanem maradt Duna, pedig a Duna kisebb vízhozamú, mint ugye az Inn, és van még egy pár ilyen folyó, ami nem a bővízűségével nyert, hanem más miatt. Aztán ugye a Tárkányi patakot is lehet emlegetni, itt egy kis vadászles, még mindig a nagy réten járunk, Balaton és Bükszentmárton között. Aztán egyszer csak kibukkan előttünk ugye a Bélkő messzebbre, Bükszentmárton mellett elhaladunk is gyönyörű temploma mellett. Itt a Bekölcei patak, igen, tehát a jobbról a Bekölcei patak és a Eger patak összetalálkozása. Itt már ugrálni kell, itt már egyre nagyobb, és haladunk ugye Mikófalva felé. Itt van ugye a szénosztályozónak egy ilyen meddőhányója, onnan tekintettünk le a völgyre. A fás, nagyon szép ligetes, mocsaras rész. Hát ugye ez így nem látni sokszor az útról sajnos. Ezt muszáj volt betenni, hogy hát ugye a vízgyűjtőn azért a faluban is sajnos sok pillepalack és egyéb kerül bele a patakba is. És hát így az ágak azok ugye elkorhadnak, a pillepalack viszont nem. De most már egyre többször van ugye azért szemétszedési különböző szervezetek, szerintem a kaptárkövesek is és más is szednek. Ugye eddig egy nagyon kellemes egy felső medence szinti séta volt, aztán ugye a Szarvaskői, tehát a Mikófalva után beszűkül ugye a völgye, de ez hangulatosabbá teszi, de nehéz, tehát nehéz terep viszonylag, tehát hogy nincs egy turista út, ahol már rá vagyok fáradva és bóklászok tovább, hol át kell menni az egyik oldalra, a másik oldal megszűnik, tehát itt már egy nehezebb terepen, de itt is végig küzdöttük magunkat, mindent át. Itt még állatok is döglöttek meg, mi is majdnem úgy jártunk, de nem. Aztán mondom, közben szakadt az eső, fára másztunk, kereszteztük, tehát ez tényleg egy ilyen, nekem nagyon vadromantikus, tehát hogy mintha nem is Egertől 10-11 néhány kilométerre járnánk, ugye. Aztán ugye a civilizáció itt is megjelenik, és éppen itt átmászik az egyik kolléga a Vascsövön. És néhány. De hát ugrani kell még itt is, de mondom, egy nagyon-nagyon, én mindenkinek ajánlom, hogyha nem tudom, hogy van-e természetvédelmi terület, de szerintem ez egy szabadon besétálható terület. Egészen Egerig még nem próbáltuk, de azt is, tehát a Szarvaskő Egert is végig kell majd járni egyszer. Úgyhogy mondom, én ennek a túrának a folytatását majd a tavaszi-nyári időszakra tervezem. És ugye elértünk Egerbe a túra kapcsán, és tényleg egy felvillanás erejéig, ugye az előadás címében ígértük az egri hidakat, ígértem az egri hidakat is, azokról is egy pár szót én azt gondolom, hogy érdemes ejteni, mert ezek viszonylag sokan, ezt már többen feldolgozgatták. Ugye elvileg 1346-ban van egy oklevél, ami említ egy fa és egy kőhidat Egerben, ez az egyik ilyen első. Aztán már a 17. században létezett elvileg kőhíd. Bél Mátyás ugye Heves vármegye ismertetésében ugye 1730-as években két kő és két fahídról tesz említést. Aztán 1883-ban pedig már 13 híd volt. Ugyanekkor 60-ban 11 gyöngyösen 9, tehát ez az, ami érdekes. És akkor induljunk el észak felől. Felnémet volt egy folyosós zsilip híd, fedett folyosós, ezt 1958-ban lebontották. Erről már volt kép, ugye a Mária utcai védmű. Ugye említettem, hogy 1771-ben épült, ugye Pobolnyi Ferenc, aki egyébként a Hortobágyi hidat tervezte, ugyan ő építette, 226 méter hosszú volt ugye a védgát, ami gátként ugye felfogta az említett árvizet.
aztán ugye a boltozatok 3,7 méter szélesek, több mint 4 méter magasak voltak, és ugye különböző szobrok álltak, Mária, Kis Jézussal, Mihály Arkangyal, Szent János és egy lámpát tartó angyal. Aztán ezt újjáépítették az 1813-as években, és 1878-ban megsemmisült, és ami képeket látunk, ugye az 1969-ig állt ott a Cifrakapu téren. Itt vannak a tervei, még ennek a ezt megelőző Szent János hídnak, ugye a 1782-ből így nézett a patak. És ugye a Tűzoltó téri híd a következő, itt 1813-ban ugye megrongálódott, aztán Zwenger József kőművesmester, meg egy ácsmester, ugye már József 1816-ban újjáépítették, és ugye a 909-es az Zielinski, ugye ő elég sok hidat a maiak közül tervezett, az ő irodája tervezte, ugye egy 16 méter hosszú hidat, de ugye az is aztán 44-ben megsérült, de aztán ugye újjáépítették ezeket. Zalár utca, ugye a Halaspiaci híd, vagy a Miseriek, Irgalmasrendiek hídja, ezt 1907-ben korszerűsítették, hogy próbaterhelés elpusztult, tehát így egy korabeli fotó, ugye egy 1907-es fotó ez az Irgalmasok Halaspiaci hídjáról, ugye ott a Calvin ház vagy Herner ház látható, ugye a Herner a sörfőző mester volt Egerben, tehát nem csak bor volt Egerben, sör is, tehát erre kellett híd mindenképpen. Ugye az Irgalmasok kórháza, ez szintén egy képes lap, ugye a Lobó István Vármúzeum gyűjteményéből. Hát a Szunyogközi gyaloghíd, ez úgy képnek tettem be, de hát ez is történelem már. Ugye ezt tavaly átalakították, vagy idén, nem 2013-ban ugye a Szunyogközi gyaloghídat, ez már tényleg ilyen nosztalgikus hangulat, néhány fotó. Elkészültéről. De megérkezünk ugye a Dobó térre, a Minoriták kőhídja. Ugye Giovanni Battista Carlone tervei alapján néztük. Ő olasz volt, de egyébként most megnéztem, kutatgattam utána, és Ticino kanton, tehát a mai Svájc területéről származik Carlone, és Carlone János néven a 60-i temetőben van eltemetve, illetve városi tanácsnok is volt ő. Tehát az ő tervei alapján építették a Minoriták kőhídját. 10 szobor is volt elvileg, azt mondják a korabeli források szerint, Steyer János végezte ezeknek a munkálatait, a kőfaragását, nem tudni a szobrokról. Aztán most találtam még egy írást, ugye, ami Kossuth centenárium tiszteletére, hogy Kossuth térnek is hívták ugye a dobóteret. Kossuth tiszteletére emléktábla volt, erről se eltűnt. Nagyon, egyébként sok emléktábla eltűnik Egerben, tehát most mondhatnék XY nevét is, 90 valamennyibe avatták, és már nincs meg. Tehát, hogy van az emléktáblák sorsa is ez. És így nézett ki 1878-ban a Minoriták hídja, ugye a Dobótéren egy egynyílású kőhíd. Ugye az Ideglenes híd, amikor 1948-ban egy fahíd, vagy tulajdonképpen. Háttérben még látszik ugye a felrobbantott zsinagóga. És hát ez nem írtam oda, de ez a hevesi gyűjteményből van, ugye a 40-es években fotózta le ugye a Kisdobótér felől a hidat. Hevesi Sándor ugye a városi főépítész, fotográfus, ugye egyik elsőként használta Magyarországon az akfakor, a színes technikát, tehát hogy is azt Egerben próbálgatta. Egy 53-as, ezt most találtam egy gyűjteményben. Érdekes kép, tehát jönnek ott a tehenek, háttérben a szenátorház, tehát egy nagyon hangulatos kép. Ez a Hibai utca, és ott egy korabeli ortofotó a patakról. Itt még nincs híd, itt most épült egy, tehát ez újabb hídja Egernek, ez csak hangulatkép, hogy megyünk lefelé, és elérünk a Kossuth utcai hídhoz, a Barátok hídjához. Ugye egyik legnagyobb forgalmú híd, ágyukat itt vontatták már ugye a törökkorban, kőhídként vették 1690-ben a listára. Az 1813-as árvíz ezt elpusztította, újjáépítették, aztán 44-ben felrobbantották, tehát ez az, amit felrobbantottak 44-ben. Ugye ott a kép jobb oldalán állna most az Erste Bank, tehát hogy be tudják tájolni, a Kossuth utcai Erste Banknál járunk.
így néz ki ma télen, nyár, vagy tavasszal, és akkor megint egy kis gyaloghíd, ugye ott a Gólya utcánál, és ott a Gólya utcai híd, és még amit említeni kell, hogy az érsekkerti kőhíd 1771-ben épült, kettő is volt egyébként, de az egyik az teljesen romos lett, a másikat pedig ugye újjáépítették itt az érsekkertben. Még egy új gyaloghíd, ugye át, ez is nem régen, 2000-es években épült, ugye a termálfürdőhöz át. A Hadnagy utcán is van egy híd. Összesen egyébként 35, bár ez szerintem 37 már, most nem adtam hozzá, az EGRI önkormányzat területén levő hidak száma, tehát 7 gyaloghíd, 28 közúti híd, ugye a hidak száma Egerben. És még ha van egy kis türelmük, akkor még egy rövid prezentáció Egertől a Torkolatig tartóan. Ez egy, ugye itt nem gyalog jártam be, tehát az lett volna az igazi, és úgy kellett volna idáljak, de azért amikor nemrég pár évvel ezelőtt kialakítottak a Tiszatónál egy vízisétányt, akkor elmondhattam, hogy én motorcsónakáztam az Egerpatakon, és akkor egy furcsán néztek először rám, meg úsztam ott, meg fürödtem. Ezt majd mindjárt meglátják, hogy miért, tehát motorcsónak az Egerpatakon ennek a blokknak a része. Ezt ki tudja, hol járunk? Valaki esetleg? Maklár, helyes, nagyon. Ugye itt ketté ágazik a Rima és a Eger. Tessék? Mondom. A Rima csatorna, tehát az Eger csatorna lesz, és a száraz terület, ami megy. Tessék, abban nincs víz, így van. Hát a Rima. Tehát a Rima átvált Eger. Hát igen, de az árvízmentesítés, tehát hogy odaengedik, amikor túl sok víz van. Tehát gond. De ugye már régen ez a katonai felméréskor is ketté emlett, tehát itt ez a gát, amit én szerintem, ki látta már ezt, ki volt itt? Csak egy kíváncsiságból öt ember, na nem olyan sok, tehát hogy itt van Egerhez 10 kilométerre, és egy ilyen érdekes, hát vízügyi objektum. Egerpatak, ugye Rima, mindjárt a térképet, ugye ez a Rima, amiben a víz van, ez pedig, amit az úr is mond, hogy ugye a száraz Eger csatorna medre, itt Maklárnál ketté ágazik, és ide ugye csak árvíz idején, vagy nagyobb víz idején engedik bele a vizet. Tehát ez megy Füzesabony felé, a másik pedig a másik irányban, tehát itt látszik, hogy a Rima, ugye a vastag kékkel berajzolt Szihalom mezőszemere felé. Amit én szeretnék még megnézni, az Eger farmos mellett azt akarom kideríteni, hogy hogy megy ott át a csatorna, hogy most ott szintkeresztező. Tudja valaki esetleg? Tessék? Mert valahol olvasom, hogy keresztezték, tehát mint Nyugat-Európában is van, úgyhogy ilyen felüljáróval keresztezik. Tehát hogy a térképen úgy van jelölve, úgyhogy most ez engem nagyon érdekel, úgyhogy elnézést még, hogy nem tudom ezt mondani, de az egy fura helyzet ott, az biztos. Azt akarom bejárni. Leértünk ugye itt Egerlövő és Borsodi Vánka közé, és amikor én elkezdtem ezt az egészet egy pár évvel ezelőtt még, akkor jött egy történész barátom, és küldött nekem egy képet, hogy Egertó. Egertó, hát van olyan földrajzi név, hogy Egertó. És van, majd mindjárt meglátjuk, négyes falu mellett létezett ez egykoron. Ugye most itt Borsod Ivánka után egy nagy kanyart vesz az Egerpatak. Ugye itt járunk, ez a Borsod Ivánka Egerlövő közötti szakasz, itt egy néhány kép róla. És hát itt így néz ki, jellegzetes, szép kis alföldi. Itt már vízmérce. És itt a felirat, négyes falu mellett egy Egertó. Tehát az Egerpatak, ami ugye Rima most, az itt egy, hát egy természetes, ugye nagy vízkor visszamaradt tavat alakított ki. Ez még akkor ugye nem van. Itt ettől a faluttól egy kicsit balra, tehát ez a laposabb rész itt. Ma látszik a Sóstó felirat környéke, tehát ez a rész itt.
ahol de ugye átterelték a medret, átvágták, és így hozták bele a Tiszatóba a Rimát. Hát itt meglátszik, hogy a légi térképek, itt még repülővel lenne érdemes ilyen légi felvételt készíteni, hogy látszódik-e síkon a tó helye. Hát valószínűleg igen, tehát nagyon szépen a térképen kijön. Tehát ott volt az Eger tó, tudjanak róla, hogy volt ilyen is. És akkor így ugye Porosztótól egy kicsit észak-kelet irányban, itt a hidak alatt belefolyik tulajdonképpen a tóba. Tehát ha látják a kartográfiai térkép, ugye itt jön egyben a vonat ezen a hídon, amit az előbb mutattam, és ugye a térképeken is, és egyébként a levegőből is nagyon szépen látszik, hogy az Eger patak az itt folyik tovább, tehát hiába Tiszató, azért a nyomvonal végig megvan mindmáig. Tehetnek ide egy kirándulást, elmennek Poroszlóra, és a Tisza virág tanösvényhez megy át egy kis ilyen elektromos komp, és át lehet ide jönni a faluból ezzel a szerkezettel, komp legyen komp. És ugye az Egerpatak kikötő nevet viseli a tanösvénynek ez az állomása. És ha megnézzük, ugye, amit mutattam, itt folyik az Egerpatak a Tiszatón belül. Ahol a kompot mutattam, ez itt van, tehát az ujjam végénél. Ott kötöttünk ki éppen. Itt van a nyílt víze az Egerpataknak, tehát ez a rész itt, majd lesz arról is kép. Tehát ez a nyílt víze, ugye a tanösvény itt mutatja a madarakat, mindent, de ugye itt is egyértelműen a földrajzi név szépen megvan, Egerpatak nyílt víze, még egyszer a térkép, és ugye az ösvény, a tanösvény az itt van, tehát ez a szakasz, illetve ugye a kis Tisza meg majd nem itt. De hogy ide, bocsánat, itt van a tanösvény, így, körbe. Itt van két madár megfigyelő házikó, és itt pedig van egy nagyobb kilátó, ez a végpontja a Tisza virág tanösvénynek. De mondom, az Egerpatak az így jön tovább. Ez is látszik szépen. Ezek a madár megfigyelő házikók. Ide el lehet jönni a végére, a kilátóba. Így látszik, itt folyik körülbelül a patak, ezen a részen. És ebben a vízbe torkolik bele a kis Tiszába. Tehát itt a toronyból ugyan nem látszik, de majd mindjárt elmegyünk más járművel az összefolyásához. Tehát itt van az összefolyás, az Egerpatak és a kis Tisza találkozik. Tehát itt motorcsónakba lehet ülni a Porosztlófalu mellett, és van még egy részletesebb térkép, tehát itt próbálom ezzel egyensúlyozni, és itt balra az Egerpatak, jobbra a kis Tisza. Tehát tulajdonképpen ez a hely, ahol az Egerpatak folyása véget ér. Itt lehet úszni, csónakázni, kajakozni. Tehát egy nagyon kellemes területről van szó. Ugye a csapói gyümölcsös, tehát hogy még a Tiszató elárasztás előtt, ugye a 70-es évek előtt gyümölcsös terület is volt, ahol egybefolyt, lehet ugrálni fejeseket. Itt vissza pedig a motorcsónakkal visszamenni Poroszlóra, miután láttuk az Egerpataknak a torkolatát, úgyhogy ennyi volt így nagyon röviden, tömören a forrás, az eredet, néhány szó az árvízről, a hidakról és végül a kis Tiszába való torkolásáról. Hát remélem tudtam egy-két mondatot legalább újat mondani maguknak, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. És ha kérdésük van, esetleg megpróbálok válaszolni, mondom, nem biztos, hogy sikerül, de hát ha. Köszönöm még egyszer.